Az agyidaganatokon kívül már mellkasi, hasüregi, medencei tumorok esetében is elvégezhetők az úgynevezett sztereotaxiás sugársebészeti eljárások. A Pécsi Tudományegyetem hazánkban úttörő szerepet vállal a speciális kezelés alkalmazásában. Azért fontos erről a kezelésről beszélni, hiszen komoly, előre haladott, úgynevezett áttétes daganatos betegségekben eddig, ami rendelkezésünkre állt, ugye a különböző gyógyszeres kezelések és a sebészeti beavatkozások és bizonyos érbeadott szintén gyógyszeres kezelések, amelyek adott esetben természetesen hatékonyak, de hát azért kellemetlenséggel jár valamennyi beavatkozás a betegnek. Ez a típusú kezelés remélhetőleg szintén hatékony, viszont ez eddigi tapasztalataink alapján nagyon-nagyon kevés mellékhatással jár. A kezelt betegek nem is éltek semmiféle panasszal a terápiát, vagy a későbbi mellékhatásokat illetően, ahogyan arra visszaemlékeznek. Elindulta, megcsinálta, nem érti semmi, nagyon jól csinálta, csinálta áron spirál, és utána indult a sugár. A sugár nem zavar, ennyi volt, áron sugár kapta, vége, ennyi volt. Befeküdtem az osztályra, és naponta jártam kezelésre, a gép alá kellett feküdni, ennyi, ahol semmi más nem lehetett észlelni, csak hogy a gép mozog körülöttünk. A terápiás eszköz működés közben forgó mozgást végez, melynek köszönhetően a sugárnyalábot egy adott területre fókuszálja. Ezen a körülírt területen nagy dózisú sugárzás kerül kifejtésre, a környező szövetek és szervek azonban ebből nem részesülnek, ennek köszönhető, hogy mellékhatások nélkül lehet összezsugorítani a beteg szöveteket. Az eljárás előnyei azonban nem minden esetben jelentik a legmegfelelőbb alternatívát a gyógyuláshoz. Persze azt is tudni kell, hogy ez a típusú kezelés nem minden beteg, nem minden betegség esetében elvégezhető, ezt egy orvosi munkacsoportnak el kell dönteni, hogy mikor lehetséges ez a típusú kezelés, vagy mikor szükséges más kezelés, de most már elmondhatjuk, hogy egy-egy ilyen kezelés, hogyha ez a legjobb, legoptimálisabb beteg számára, akkor Magyarországon is elvégezhető. Az eredmények pozitívak, eddig már közel 1000 betegnél alkalmazott az intézet korszerű terápiás kezelést, és több esetben történt sugársebészeti beavatkozás is, melyeknél 3, illetve 6 hónappal később a kontrollvizsgálatok kimutatták, hogy a daganat eltűnt. Budapesten és Debrecenben is végeznek már hasonló kezeléseket, az elkövetkezendő évek célkitűzése pedig, hogy ez más centrumokban is megvalósulhasson.